FOT leghíresebb intézménye, a gyermekváros, mai nevén Károly István gyermekközpont, de azért a leglátványosabb épülete az a templom. Van itt még híres kézműves sörfőzde, aztán a kastélykertben áll az ország legnagyobb, legöregebb, hétágú platánfája, de azért a leglátványosabb, messziről látható fóti klasszikus, az a római katolikus templom, Ybl Miklós temploma. A Budapesttől 17 kilométerre levő Fót 1808-ban került a Károlyi család tulajdonába, és később Károly István, mint legidősebb fiú örökölte meg a fóti és környékbeli birtokokat. Aki a 19. századi nagy reform nemzedék tagja, Széchenyi barátja, Ötvös, Veselényi, Deák kortársa, aki úgy volt hazafias érzelmű, hogy közben nagy nyugati műveltségű magyar arisztokrata volt. 1830-tól az addigi régi kúriát átalakítva kezdett nagyszabású építkezésekbe, erre pedig a fiatal Ybl Miklós kérte föl, aki éppen akkor tért haza külföldről. A mai kastély helyén egykor földszintes kúria állt, amit aztán 1830-tól többször jelentősen átalakítottak, bővítettek. Akkor Ybl Miklós még fiatalabb volt, 20-as évei végén, csak később lett az ország fő építésze, aki, és persze az irodája, 100-nál több épületet tervezett az országban. Kastélyokat és templomokat, mauzóleumokat, a királyi várot Gödöllőn, díszes istállót Parádon, vagy éppen a hatalmas diadalívszerű átjáróval ellátott uradalmi magtárat Dobozon. Megfelelő időpontban lenni a megfelelő helyen. Ybl nem csak sikeres, de szerencsés is volt. Ha most Budapesten lennénk, elég lenne csak végignézni a Dunaparti panorámán a város sziluettet, mindenhol Ybl épületek határozzák meg. Például kimagaslik az ország harmadik legmagasabb építménye, az 50 évig épülő bazilika, aztán a Szabadsághídnál ott van az eredetileg sóházak, ma a közgázépülete, és hogyha átfordulunk Budára, akkor Várkertbazár, és fönt pedig a várban, a budai várnak a Krisztina városi könyvtáros, Széchenyi könyvtáros része. Most azonban Fóton vagyunk, ahol az egyik első híres épülete, a romantikus stílusban született fóti katolikus templom áll. Amikor Ybl 1814-ben osztrák bevándorlók gyermekeként Székesfehérváron megszületett, Magyarországon még nem léteztek külön tervezőépítészek, csak szigorúan céhes keretek között építőmesterek. Így aztán ő lett az első igazi magyar építész. Akkor még nem indult be az önálló pályája, viszont egy véletlen találkozás alkalmával gróf Battyányi Lajos későbbi miniszterelnök Ikervári kastélyában megismerkedett Károlyival, és lett 31 évesen a Károlyi család uradalmi építésze. Károly hívta meg Fótra, hogy készítsen tervet a kastély bővítésére és egy új katolikus templom építésére. Amikor Károly István megörökölte a fóti uradalmat, Fót lakossága még jó rész protestáns volt, ezért a településen nem működött önálló katolikus plébánia sem. Károly második feleségének halála után először engedélyt kért Ferdinánd királytól, majd megbízta Ybl Miklóst egy új templom megtervezésével. Ybl Miklós hatalmas energiával látott neki az épület tervezésének, ami valójában nem is egy, hanem két egymás fölé épített templom. Az egyik az altemplom, ami a Károlyi család sírboltjának ad helyet. Itt temették el egyébként gróf Károlyi édesanyját, első, második feleségét, három leánygyermekét, a másik pedig a felette lévő plébánia templom. Építésére azt a területet választották ki, ahol a korábbi kis római katolikus templom állt. Magyarország legszebb romantikus temploma még az M3-as útról is látható, és a fiatal Ybl bátran nyúlt dinamikus eszközökhöz. Például a templomot egy kis dombocskára építette,
a korábban már megépült plébánia épület és egy akkori zárda mai iskola mellé. A templom rondella-szerű, kiszélesedő, kőkorlátos téren áll, két oldalt szimmetrikusan a két említett épület. Négy tornyos, háromhajós, téglalap alaprajzú monumentális építmény. Az alaprajzi elrendezése, ez a háromhajós bazilikális elrendezés német-román kori templomokra emlékeztet. Ybül és Károly is állítólag német utazásai során ihletődött így meg. Ybül egyébként Fóton egy időben nősült meg, egy szintén osztrák, gráci születésű nevelőnőt vett el, és építette föl a később hírneves templomát. A templom építése már 1845 tavaszán elkezdődött, de aztán nem várt körülmények hátráltatták a befejezést, például források törtek fel, és hogyha már víz, akkor jöjjön egy újabb fóti kitérő. Fótnak valaha híres szőlőhegye is volt, amihez állítólag a Jedlik-Ányos féle szikvíz megszületésének legendája kapcsolódik. A legenda szerint 1842-ben Fáy András fóti szőlőjébe hívta szüretelni a barátait, köztük Vörös Marti Mihályt és Jedlik Ányost is. A győri bencés tanár és feltaláló állítólag ekkor magával vitte az általa kikísérletezett szódás üveget is, hogy a valószínűleg savanyú homoki bort egy kissé felhigíthassa. Jedlik Ányos az új italt szintén állítólag németesen spritznek nevezte el, Vörös Martinak ez nem tetszett, és helyette a fröccs szót javasolta. Szép, romantikus történet, kár, hogy aligha igaz. Jedlik talán nem is volt itt akkor, és Vörös Marti ugye járt Fótra, sőt szőlője is volt itt, írt fóti bordalt is, de a fröccs szó elterjedése sokkal későbbi. De vissza az építkezéshez és a templomhoz. Már álltak a falak, amikor jött 1848 és a magyar forradalom. Károly István saját huszárezrede élé harcolta végig a szabadságharcot, és a bukás után 2 év várfogságra ítélték, így aztán a templom végleg csak akkor készülhetett el, amikor ő kiszabadult, így aztán véglegesen 1855 végére készülhettek el a mesterek.